A műsort támogatta a vitalitásbolt.hu Béky László ajánlásával. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. József Erika doktornő vagyok, házi orvos, és a mai előadásban egy nagyon fontos témát fogunk végig tallózni, végigvenni, nevezetesen a krónikus gyulladást, és azt, hogy ennek mi a jelentősége egészségünkkel kapcsolatosan, illetve arról lesz még szó, hogy hogyan befolyásolja a gyulladást a krónikus betegségeket, mi az összefüggés, illetve hogy hogyan tudunk a táplálkozással ezen rontani vagy javítani. És ezen belül is a zsírokról és az eszenciális zsírsavak jelentőségéről fogok még beszélni. Tisztázok is akkor először, hogy mit értünk gyulladáson, ez egy haszontalan, káros, vagy ellenkezőleg egy hasznos funkciója a szervezetünknek. Úgyhogy rögtön szeretném is előre bocsátani, hogy ez egy két arcú folyamat, de nézzük a jó arcát, a jó oldalát. A gyulladás az a folyamat, amelyel szervezetünk a belső integritását meg tudja óvni, mindenfajta külső behatással szemben, legyen az fizikai, kémiai ártalom, legyen az bármilyen nemű fertőzés, gondoljunk csak arra, hogy mennyi támadás éri a külvilágból a szervezetünket, de van egy másik funkciója is a gyulladásnak, ez pedig egy belső folyamatokkal szembeni védekezés, hiszen szervezetünkben számos olyan sejt képződik, amely eltér a normálistól, akár ugye egy daganatos sejtnek is hívhatjuk ezt, és gyakorlatilag ezeknek a kiiktatása is a szervezetünkben gyulladásos folyamattal, a gyulladás mechanizmusával történik. Tehát tulajdonképpen ez az a rendszer, ugye az immunrendszerünk, ami megkülönbözteti a sajátot minden egyébtől, nevezzük most idegennek, minden, ami kívülről jön, vagy nem egészséges, nem normális. A gyulladásnak ugye azt a fajtáját, aminek van egy lefutása, hirtelen kezdődik, megnyilvánul bizonyos tünetekben, szépen lecseng, maximum 2-3 héten belül, ezt nevezzük az akut gyulladásnak, ez az, amiről az előbb is beszéltem, hogy bármilyen ártalom éri a szervezetünket, akkor erre egy sztereotíp válaszol, tehát mindig ugyanolyan részjelenségekből álló folyamattal válaszol a szervezetünk, ezt nevezzük mi gyulladásnak. Valójában, amikor megnézzük ennek a fizikális jeleit, akkor ez nagyon jól érzékelhető, nagyon jól megnyilvánul, ugye az adott felület kimelegszik, kipirosodik, megduzzad, ezzel egy kis fájdalmassá válik, és nem tudjuk azt az adott szervünket, vagy azt a végtagunkat például használni a fájdalomtól és ezektől a jelektől. Tehát ezt mondhatjuk azt, hogy ez egy fontos folyamata, egy fontos védekezési mechanizmus a szervezetünknek. Enélkül a folyamat nélkül nem is tudnánk meggyógyulni, mondhatjuk ezt így. Abban az esetben azonban, hogyha ez a gyulladásos folyamat nem cseng le, hanem állandósul egy ugyan nem ennyire heves szinten, azért mondjuk, hogy ez egy krónikus, alacsony fokú, alacsony intenzitású gyulladás, de hogyha ez a szervezetünkben hosszú ideig fönnáll, akkor beszélünk krónikus gyulladásról, és ez a folyamat azonban már nem ennyire szolgál bennünket, illetve látjuk azt, hogy majd mindjárt, hogy milyen további folyamatokat indít be a szervezetünkben, és milyen következményei lesz ennek. Tehát a krónikus gyulladásnak az egyik fontos ismérve, hogy nem okoz olyan heves tüneteket, tehát nem érezzük úgy, mint az akut gyulladást, de ha megnézzük mondjuk egy vérvétellel, akkor ezeknek a gyulladásos mechanizmusnak igenis ott látjuk majd a jeleit, például bizonyos fehérvérsejteknek a száma tartósan emelkedett lesz, ezek a bizonyos monociták, egy bizonyos CRP-nek nevezett fehérje tartósan emelkedett szintet mutat, minél súlyosabb egy gyulladás, annál magasabb ennek a CRP-nek a szintje, és vele együtt érzékelhetjük például azt, hogy a véralvadási rendszerben is bizonyos paraméterek, például a fibrinogén szívnek a szintje tartósan magas marad. Most ezek a hatások, ugye ez a krónikus gyulladás, ezek bizonyos krónikus betegségekkel összefüggést mutatnak, és pontosan azért kell a gyulladásról beszélnünk, mert azok a kórképek, azok a krónikus betegségek, amelyek ma Magyarországon is, és ugyanígy persze a világon is sújtják a leginkább az embereket, és gyógyíthatatlannak tartja az orvostudomány ezeket a betegségeket, hát csak kezeljük, de nem gyógyítjuk meg. Ezek azok a betegségek, mint az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, ugye a mozgásszervi betegségek, külön kiemelném itt a csontritkulás. Ezek között ugye a szívérrendszeri katasztrófák, illetve a rák vezető halálokként szerepelnek hazánkban is. A Parkinson-kor, vagy a különböző demenciák, ugye elbútulással járó korképek, az Alzheimer-kor szintén, ahogy az életkor halad előre, egyre gyakoribbá válnak. Mi az összefüggés ezek között, a problémák között? Kezdjük el a legfontosabb, ugye, halálokokat tekintve, ugye a szívérkatasztrófánkat, ugye azon belül is a szívinfarktus, illetve a sztrókot. Ugye a szívinfarktusnál arról van szó valójában, hogy azok az erek, amelyek koszorúként körbeveszik a szívet, ezért is hívjuk koszorús ereknek, ezeknek a tápláló verő ereknek az elmeszesedéseknek, az ér falának egy jellegzetes elváltozását látjuk, beszűkülését, majd vérröggel történő elzáródását, és ugye az adott terület az elhal, ez a szívinfarktus maga. Szerencsére ma már nagyon korán intézkedni, korán bejutatva a beteget kórházban, meg tudjuk előzni ezt a ténylegesen szívizom elhalást, tehát egy korai szakban meg tudjuk nyitni ma már az ereket. És szívizmot tudunk menteni, ez egy fontos dolog, és ugyanez a helyzet az agyi tápláló ereknél is, tehát valójában amikor sztrókról beszélünk, akkor ennek a 90%-a az agy tápláló ereinek, szintén érelmeszesedésén, az ér falának az eltérésén, illetve a helyi vérrög képződésen alapul, és az agyi elhalása. Nyilván az a cél, ezért kell nagyon gyorsan ilyenkor kórházba juttatni a beteget, hogy ne alakuljonak ki a tartós szövegkárosodások, hiszen annak nagyon komoly következményei vannak, és azért kell ezt tényleg kiemelnem, mert ez a stroke és az infarktus az, ami ma Magyarországon 60 000 ember halálát okozza, nagyon sokszor hirtelen, mint derültékből a villámcsapás sújt le. Na most egy kicsit másként kell szemlélni ezeket a betegségeket, mert valójában ez nem a szív, meg nem az agynak a betegsége, hanem az ereknek a betegségéről beszélünk. Itt látunk tulajdonképpen egy hajszáleret látunk, illetve egy kis verőér szakaszit, aminek ugye hosszanti keresztmetszetét látjuk, és ebben az egyik legfontosabb, amit én kiemelnék, az a határoló hártya, az egy sejtréteg, ami az ereknek a belfelszínét alkotja. Ez nem csak egy határoló hártya, nagyon fontos funkciót tölt be, ez az érbel hártya, vagy idegen szóval endotelnek hívni, ugyanis nagyon sok anyagot bocsátanak ki magukból ezek a kis hámsejtek, amelyek fontosak a véralvadás szempontjából, az értónus szabályozás, és sok minden más még ide lehetne sorolni, és nagyon szoros az együttműködés magával, a vérnek az alapos eleime, amelyeket itt különböző színekben látunk. Ugye ezek a fehér vérsejtek, ilyen lebenyezettek a magja, így keresztmetszetben, ezek a kis piros gomboknak tűnő képletek vagy fánkoknak tűnő képletek, a vörösvértestek, ugye ők szállítják az oxigént, széndioxidot. Itt látjuk a vérlemezkéket, amelyek bárhol is sérülünk, azon nyomban oda mennek, és betapasztják az ér falát, ők képezik az elsődleges dugót, és itt látjuk a nyiroksejteket, amelyek ugye gyakorlatilag mozgékonyak, képesek áthatolni az érfalon, és itt látjuk gyakorlatilag a nagy faló sejteket, látjuk, hogy ilyen sok szemcse van a sejt plazmájukban, ezek ugye nagyon fontos megint anyagok, amiket ők magukból kibocsátanak. Szóval nagyon izgalmas az a munka, ami itt egy-egy sérülés alkalmával történik. Itt most konkrétan az érvelhártya sérülése szempontjából vizsgáljuk ezt az egész dolgot. Ez azért lényeges, mert hogyha megértjük, hogy az érelmeszesedés folyamata az nem koleszterin kérdés, és nem pusztán a vérzsíroknak az emelkedett szintjének köszönhető, akkor egy teljesen más hozzáállást kapunk, illetve egy más tevékenység, egy más eljárást tudunk végigvinni annak érdekében, hogy az egész érelmeszesedés folyamatot megelőzzük, vagy ha már kialakult, akkor vagy letékezzük, vagy adott esetben akár vissza is tudjuk fordítani. Tehát ha nagy tényleg érkatasztrófákat nézzük, akkor igaz, hogy ezek általában az idősebb korra nyilvánulnak meg ilyen korképekben, hogy infarktus meg stroke, de maga a folyamat egy sokkal korábban, már a 20-as éveink elején elkezdődik, és itt látunk egy egészséges érkeresztmetszetet, ugye itt van az az egy hámréteg, amit az előbb bosszanti rétegben néztünk, itt van egy vaskos izomréteg, és kívülről pedig egy kötőszövetes réteg. Így néz ki egy egészséges, fiatal egyénnek az érmetszete, de nagyon korán már a 20-as években elkezdődnek azok a folyamatok, amelyeket végül is magának az érbelhártyának a sérülése vált ki. Mi okozza magának, vagy mi hozhat érbelhártya sérülést? Ebben is nagyon sok baktérium, vírus, paraziták, gombák játszhatnak szerepet, különböző toxinok. A dohányzás, azt hangsúlyozni kell, hogy ez rendkívül káros az erekre, és ami még nagyon fontos maga, hogyha fokozódik az értónus, valami miatt megemelkedik a vérnyomás, akkor az egy folyamatos mechanikai nyomást gyakorol az érberhártyára, és hosszú távon gyakorlatilag pontosan ez a fizikai sérülés is elindítja azt a folyamatot, ami aztán az érelmeszesedésbe fog torkolni. Tehát az elején még nem fogunk látni semmilyen fajta szűkületet, semmilyen fajta bedomborodást, de ha mikroszkópikusan megnézzük vagy megnézzük az érberhártyát, akkor látjuk, hogy oda gyűlnek a fehérvérsejtek, bizonyos anyagokat bocsátanak ki, elkezdődik itt valami mozgolódás az érberhártya alatt, előbb-utóbb pedig a zsír be fog ivódni, tulajdonképpen a koleszterin, mint egyfajta védő mechanizmus ide be fog kerülni az érbelhártya alá, de mivel nem ott a helye, a fehérvérsejtek idegennek érzékelik, bocsánat, idegennek érzékelik, és elkezdik felzabálni valójában a zsírt, és ezt látjuk már, ugye ezt a koleszterines zsíros beivódást egy idő után, ami egyre nagyobb mértéket ölt, és valóban egy idő után be fog domborodni ez a lerakódás az érbelhártyába, szűkíteni fogja annak a keresztmetszetét, és zavarja a szöveteknek a vérellátását. De ez a folyamat, ami kialakul az, hogy megsérül az érhártya, és kialakul itt egy tulajdonképpen plaknak nevezett bedomborodás, ami nagyon könnyen megrepedhet, ugye, és akkor a vér megalvadott helyileg és ténylegesen elzárul a vér. Ez egy évtizedes, nagyon-nagyon hosszú folyamat. Miért mondom azt egyébként, hogy ez ténylegesen már a 20-as években kezdődik? Az amerikaiak, ugye a fiatal katonákat a koreai háborúban felboncolták, és akkor látták, hogy már ilyen zsíros beivódások észlelhetők az ereknek a falában. Tehát az egyik fontos üzenet, amit akarok most mondani, mielőtt átérünk egy másik területre, az kérelmeztetés volt az első olyan krónikus betegség, amit a világon a leggyakoribb, ahol az összefüggést megtalálták a krónikus gyulladás és kérelmeztetési folyamat. Tehát nem a koleszterin a bűnös itt, hanem maga ez a gyulladásos folyamatot ér falába. A másik óriási szerintem dolog volt, hogy az elhízás és a gyulladásnak a folyamatát tisztázták, ugyanis kiderült, hogy maga az a különösen a viscerális, ugye a hasüregben, a has környékén lévő zsír, és zsírszövet és zsírsejtek, azok egy idő után szinte hormonszerű funkciót töltenek be, olyan anyagokat bocsátanak ki, amivel én most nem akarom a laikusoknak a kedvét szegni, hogy bizonyos ugye, interleukinek, meg citokinek, de ezek azok az anyagok, amelyek valójában a gyulladásnak a szabályozásában, a folyamatában szerepet játszanak. Tehát tulajdonképpen maguk a zsírsejtek válnak a gyulladás mechanizmusának kiváltói, illetve fenntartói. Most ezek az anyagok, ezek a bizonyos citokineknek nevezett gyulladás keltő, gyulladást fenntartó anyagok, ezeknek további kedvezőtlen hatásuk van, inzulinrezisztenciát okoznak, magas vérnyomást okoznak, és zsírmájat okoznak, és ami még nagyon lényeges, hogy a vérragadási rendszert tudják aktiválni, anélkül, hogy valójában ugye megsérülni. Tehát kérem szépen, ezért nagyon fontos mindent megtennünk az elhízásnak a kezelésére, betegségként kell rátekintenünk, és minden intézkedést, minden ténykedést latba kell venni annak érdekében, hogy ezt a zsír mennyiséget elhasználjuk, felhasználjuk, elégessük. Pontosan azért, mert a hosszú távú szövődmények, a cukorbetegség és minden annak következménye, az érkatasztrófák és a rák, ezek mind-mind megelőzhetők, hogyha időben kezeljük ezt az állapotot, és igenis van lehetőség arra, hogy elérjünk egy komoly testsúly csökkentést. És folytatva a sort kiderült, hogy a krónikus gyulladás áll az olyan problémák hátterében, mint például a policisztás ovárium szindróma, a csontritkulás, idegrendszeri betegségek, az asztma, a rák, és maga az öregedésben is nagyon lényeges szerepe van. Azért fontos ezt így tisztáznunk, mert akkor nem külön korképként kezeljük, hogy rák, meg cukor, meg szív, meg reuma, hanem azt mondjuk, hogy a szervezetben egy krónikus gyulladás zajlik, és nekünk a krónikus gyulladás megfékezésében kell tevékenykedni, ennek mentén kell haladni, mert így tudunk eredményeket elérni ezeken a krónikus betegségeknek a területén. És nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk ezt a táplálkozással befolyásolni, és nézzük meg azt, hogy hol van a zsíroknak ugye a szerepe, hiszen örökösen ezt halljuk különösen a vérelmeszesedés kapcsán, hogy a zsírok azok károsak, a koleszterin ugye a fő bűnös, és mellőzzük lehetőség szerint a zsírokat az étrendből. Ez így nagyon rendjének, vagy rendben tűnik, igen ám, csak amikor ez a nagy koleszterin elleni hadjárat a világban elindult, akkor az emberek elkezdtek a zsírok helyett cukrokat enni, és érdekes módon, hogy nemhogy fogytak volna, hanem még kövérebbek lettek, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ha megnézzük az amerikaiakat, hogy ugye ők a világon a legelbízottabb népek, akkor rengeteg cukrot fogyasztanak. Tehát egyértelműen mondhatjuk azt, hogy ez egy helytelen teória, csak helyénre kell tennünk a zsírokat, és ez az ábra pont erre szolgál, hogy valójában igen, a zsíroknak az egyik legfontosabb szerepe az, hogy szervezetünk energiaforrásához szolgálnak, És minden elfogyasztott kalória, amit nem fogunk elégetni, az be fog csomagolódni, el fog raktározódni zsírba. De vannak még a zsíroknak ennél ugye, más szerepe is a szervezetben, amit nem lehet elmenni mellette, hiszen nagyon fontos az, hogy bizonyos anyagokkal, fehérjékkel, cukrokkal struktúrákat alkotnak, tehát ha úgy tetszik, a testünk felépítésében játszanak szerepet. A koleszterinnek is egy nagyon fontos szerepe van a szervezetünkben, tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy bűnös, és akkor elvele. És a zsírok nagyon fontos funkciót töltenek abban, hogy olyan hormonok, bizonyos ilyen ejkozanoidoknak nevezett gyulladásban szereplő anyagoknak az előfutárai, és nagyon fontos még, hogy a zsírban oldódó vitaminoknak részben a felépítésében is, részben pedig a felszívódásában játszanak szerepet. Tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy a zsírok azok haszontalanok, és felejtsük el őket. Ugye ezen az ábrán látjuk azt, hogy a zsírokat, amikor elfogyasztjuk, akkor azok a szervezetünkben enzimatikus folyamat során alkotó elemeikre fognak bomlani, és ezek a szabad zsírsavak fognak majd bekerülni a sejtjeinkbe, ott is ugye a mitokondriumoknak nevezett energiatermelő szervecskékben fognak átalakulni, és ebből energia képződik a szervezetünkbe, amit aztán a sejtjeink felhasználnak mindenfajta életleni funkcióban. Ugye ezt a zsír felhasználást, ezt a zsír égetést tudjuk fokozni azzal, hogyha mozgunk, és ez nagyon fontos, hogy az inaktív élet ugye az az egyik legáldázabb dolog az elgyújtással kapcsolatosan. Na most, tehát ugye energiát kapunk a zsírokból, a másik pedig, hogy nagyon bonyolult molekulákat alkotva az idegrendszer, agyvelő, gerincvelő és ennek kihelyezett területe ugye a szem ideghártyájának a felépítésében vesznek részt, és amiből ugye a szervezetünkben nagyon sok van, sejtekről beszélünk, ugye a 2 millió sejt, ezeknek a sejteknek, a sejthártyájának a felépítésében alapvető szerepük van, és minél egészségesebb a mi sejthártyánk, annál egészségesebb a szervezetünk, tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy miből, milyen zsírt viszünk a szervezetbe, miből fognak építkezni sejtjeink, miből fognak megújulni a sejtjeink. Ugye itt látunk egy sejthártya részletet, és látjuk azt, hogy ilyen kettős zsír réteg alkotja. Amit itt látunk, ezek bizonyos csatornák, sejtkapcsoló fehérjék, tehát különböző receptoroknak nevezett alkotók, amelyek mind-mind része az egészséges sejthártyának. És nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egészségesek a sejtjeink, akkor egészségesek lesznek, egészséges lesz a szervezetünk, mi is egészségesek leszünk. Tehát itt még egyszer kinagyítva látjuk, hogy ezek a fehérjékkel alkotott zsírsava, ugye minthogyha egy kéz nélküli emberkét látnánk, lábuknál fogva egymáshoz fordulva képezik az egészséges sejthártyát. Ugye itt van a koleszterin, amiből látjuk, hogy ha nincsenek egészséges zsírok a szervezetünkben, akkor nyilván a sejthártyánk főként koleszterinből fog épülni, ez egy merevséget fog okozni a sejthártyában, tehát mindjárt fogunk egy kicsit beszélgetni a különböző zsíroknak a fajtáiról, tehát fontos a koleszterin a szervezetünkben a sejthártyák alkotásában is, de az nem jó, hogyha túl sok van belőle. És akkor még egyszer vegyük át tehát a speciális területeket, a zsírban oldódó vitaminok felszívódása, a bioaktív anyagoknak az előfutárai, ami elsősorban a gyulladás megfékezésében, de szabályozásában, beindításában nagyon fontos szerepet tölt be. Különböző hormonok, vegyük akár a nemi hormonokat, a szteroid hormonok, ezeknek a képződése nem valósulhatna meg, ha nincs a szervezetünkben megfelelő zsír. És akkor most ezen az ábrán egy picikét magukat a zsírokat fogjuk osztályozni, hiszen dobálózunk azzal, hogy telített, meg telítetlen zsírok, meg omega ennyi-annyi, és akkor valójában miről is beszélünk. Tehát, hogyha magukat a zsírokat, zsírsavakat osztályozunk, akkor két nagy csoportra osztjuk őket, telített zsírokra, telítetlen zsírokra. Ez ugye abból ered, hogy maga a zsíroknak a vázában van kettős kötés, vagy nincs kettős kötés, majd mindjárt ezt is megmutatom. Ha nincs kettős kötés a szénatomok között, akkor telített zsírokról beszélünk, ha van kettős kötés, akkor telítetlen zsírokról beszélünk. A telített zsírok általában az állati zsíradékokban találjuk meg, de természetesen találunk bennünk azért telítetlen zsírokat is, de főként ugye telített zsírokat fogunk látni, ugye a vajban, vagy a disznózsírban. A telítetlen zsírokat pedig tovább szoktuk osztályozni, hogy ezekből a kettős kötésekből mennyi van benne, ha csak egy, akkor nevezzük őket egyszeresen, ha pedig több, akkor többszörösen telítetlen zsíroknak nevezzük őket. Ugye egyszeresen telített tipikusan az omega-9, most már ugye el fogjuk kezdeni az omega elnevezést is, ugye ezeket általában növényekben, avokádóban, olivában, különböző magvakban találjuk, és a többszörösen telített zsírokat pedig két nagy csoportra osztjuk, omega-3 és omega-6 zsírsavakra. Az omega-3 zsírsavakat kell nagyon-nagyon fajsúlyosan emlegetnünk, ugye ezeknek kémiai neveik is vannak, a legfontosabbak az ejkoza, dokoza és alfa-linolénsav. Mindjárt nézzük ezeknek a kémiai szerkezetét, és arról is beszélünk, hogy miért fontos ezekről tudni, hogy miben találjuk, hiszen ennek majd alapvető jelentősége lesz betegségeinkkel vagy egészségünkkel kapcsolatosan. Na most, ezek a bizonyos omega-3, omega-6 zsírsavak, amelyeket hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavaknak is hívunk, ugye látjuk, hogy ezek 18-20-22 szénatomból áll ez a lánc, és itt látjuk azokat a bizonyos kettős kötéseket, amiről végül is ezeket elnevezzük omega-3-nak vagy omega-6-nak, és akkor látjuk azt, hogy az omega-6 zsírsavak közé tartozik a linolsav, illetve az arachidonsav, az omega-3-hoz pedig a bizonyos alfalinolén-sav, az eikozapentainsav, illetve dokozahexainsav. Én remélem, hogy azért nem lesz haszontalan, vagy nem lesz érthetetlen, hogy ezekről kémiai anyagokról is beszélek, de hadd mélyítsem egy kicsit a kedves hallgatóknak a tudását, és az, hogy valami omega-3 vagy omega-6, az attól függ egyébként, hogy maga az első kettős kötés a farkincának a hanyadik szénatomjánál kezdődik, látjuk itt 1, 2, 3, az omega-6-nál pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, ilyen egyszerű egyébként ez az egész, nem túl bonyolult. Ha megnézzük a eszenciális zsírsavaknak, ugye az egyes fajtái, az alfalinolén-sav, az EPA, ugye, meg a DHA röviden, milyen funkciót, milyen szerepet töltenek benne a szervezetünkben, illetve ezeknek milyen arányban kívánja meg a szervezetünk, akkor látjuk azt, hogy ez az alfalinolén-sav elsősorban energiát ad számunkra, míg az EPA és a DHA már ennél bonyolult, funkciókban tölt be fontos szerepet, és én nagyon fajsúlyozottan emlegetném a DHA-t, a dokozahexainsavat, ugyanis túl ugye a szív- és gyulladásos folyamatokban betöltött szerepén túl nagyon nagy jelentősége van az agyi funkciók, a kognitív funkciókban, tehát az értelmi funkciókban, illetve a szemnek a fejlődésében, a szem funkcióiban. És látjuk, hogy leginkább ebből a típusú zsírsavból igényelünk többet. Tehát majdnem ugye a több mint, vagyis kicsit kevesebb, mint a felét ennek a zsírsavnak igényeljük. Tehát ebből igényelünk legtöbbet, mint az alfalinolén-savból, vagy az EPA-ból is. Majd később szerintem ki fog derülni, hogy miért hangsúlyozom ezt. Na most... A különböző táplálékok, ugye különböző mértékben tartalmazzák ezeket az eszenciális zsírsavakat, és ez azért fontos még tisztázni, hogy eszenciális mit jelent, tehát, hogy külső forrásból tudjuk bevinni szervezetünkből, nem tudjuk még magunk ezt előállítani, vagy legalábbis csak nagyon kis mennyiségben. Tehát, hogyha az omega-6 zsírsavakat nézzük, omega-6-ot fogyasztunk, akkor azt fogjuk látni, hogy a szervezetünkben túl sok olyan alahidonsav fog képződni, ami a szervezetünket gyulladás felé fogja elvinni, tehát gyulladás fog kelteni, és különösen gyulladás fog kialakulni, hogyha nincs mellette kellő mennyiségű omega-3, ami ezt a gyulladást meg tudná fékezni. Tehát a probléma ma a táplálkozással az, hogy elsősorban olyan ételeket fogyasztunk, amiben túl sok az omega-6, és nem fogyasztunk olyat, amiben omega-3 lenne, tulajdonképpen minthogyha egy fék nélküli autóval rohannánk a szakadék felé, ezt látjuk, a szervezetünk is rohan a gyulladásos állapot felé. Azért nagyon fontos megérteni, mert ezt nem én mondom, hanem nagyon komoly táplálkozástudományi szakemberek, olyanok, akik elhízással, meg érelmetesedéssel foglalkozó orvosi társaságok, cukorbeteg társaságok mondják ki, hogy a civilizációs betegségek 30, de akár 80%-a helyes táplálkozással megelőzhető volna. 30-80%-ában óriási. Megértjük azt tehát, hogy a krónikus gyulladás legtöbb kiváltó oka a táplálkozásunkból fakad, és azokból is, hogy túl sok omegát eszünk, és nem fogyasztunk omega-3-at, akkor ha képesek vagyunk befolyásolni, megérteni, tenni érte, akkor nagyon-nagyon sokat tudunk krónikus civilizációs betegségeknek a megelőzésére. No, nézzük akkor meg ténylegesen ezeket a bizonyos eszenciális zsírsavakat, különösen az omega-3 zsírsavakat, hogy hol találjuk mi ezt meg, mennyi lenne ideális, hogyha a szervezetünkben ez megtalálható volna. És idézem Figler Mária professzor asszony, aki egy 2016-os előadásában kihangsúlyozta, hogy az omega-3 zsírsavak alapvetően meghatározzák azt, hogy milyen állapotban lesznek a sejthártyáink, azoknak milyen lesz a működése, milyen lesz az áteresztő képessége. Ezeknek a bizonyos zsírsavaknak tehát kellő mennyiségben kell rendelkezésre állni a szervezetünkben, annál is inkább, mert hogy ez fogja meghatározni, hogy milyen lesz a szívérrendszeri védettségünk. Itt ezen az ábrán a vörös vértesteket szeretném még kiemelni, ugyanis nagyon, nagyon fontos, ugye, hogy ezeknek az áramló vérben, ezeknek a sejteknek a sejthártyája rugalmas legyen, hiszen ha megnézzük azt, hogy például itt ugye, egy léghólyagocskában, egy icipici hajszál érben történik az áramlásuk, és ugye itt történik az oxigén felvétele, a széndioxidnak a leadása, akkor azt látjuk, hogy ennek a hajszálérnek az átmérője, ugyanígy, ahogy itt hosszában is látunk egy hajszáleret, 3-4 mikron, míg a vörösvérsejteknek az átmérője 7,5-8 mikrométer, tehát nem tudnak anélkül folyamatosan és akadálytalanul áramolni, hogyha nem tudják megváltoztatni az alakjukat, és ennek az alakváltozásnak a kulcsa pontosan az, hogy mennyire rugalmas a sejthártyájuk. Egy dolog most, amiről majd fogunk beszélni, hogy hogyan határozza meg a szívért katasztrófákra való hajlamunkat, ezek az omega-3 zsírsavak, de a másik, ugye, hogy hogyan befolyásolják magát az oxigenizációnkat, és azt a mikrokeringés, ugye, ami a hajszálerek és a sejtek közötti anyagáramlásokat meghatározzák, hogy milyen fontos ebben a tekintetben az egészséges sejt, membrán felépítése. És akkor én most szeretnék néhány olyan adatot a hallgatók elé tárni, ami tudományosan is bizonyítja az omega-3-nak a védőszerepét, a jótékony hatását, ugyanis én magam is szembesülök gyakran azzal, hogy feldobja mondjuk az internet, hogy kiderült, hogy milyen kedvező az omega-3, meg a halfogyasztás, a szívérkatasztrófát. Majd a következőben azt olvassuk a következőnek, hogy fölösleges omega-3 készítményt tenni, semmilyen védőhatást nem bizonyít. No kérem szépen, tehát nézzünk néhány adatot, természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen ha csak a stadikat, a vizsgálatokat elemezném, akkor holnap reggelig így tűnünk. Nos, a színmó vizsgálat, ugye, mit is csináltak itt? 3 g, ez nem kevés, 3 g omega-3 zsírsavakat, ebből is ugye különösen EPA-t és DHA-t adagoltak embereknek 18 hónapig, és azt találták, hogy az egyébként alacsony 3,4%-os omega-3 szint fölemelkedett 8,3-ra, és ezzel együtt 3,5-szer kisebb arányban fordultak elő különböző szívkatasztrófák. Egy másik kutatócsoport, a RICÉK, ők pedig azt találták, hogy ha az omega-3 aránya 8% feletti volt a szervezetben, különösen a hirtelen szívhalál az, ami jelentősen csökkent, viszont ha valakinek leesett 4% alá ez az omega-3 mutatója, akkor gyakorlatilag nincs ez a védő hatás, nem mutatható ki. Ez egy régebbi adat, ugye 95-ös, akik szintén azt találták, hogy ha ez az omega-3 mutató, ez megemelkedik, itt azt mondja ők, 6,5%-os emelkedést tudtak elérni, akkor ők is azt találták, hogy 90%-kal csökkent a hirtelen szívhalálnak az előfordulása. Ez egy nagyon érdekes a másik kutatás, vagy egy másik vizsgálat, ugyanis orvosokat követtek. Ugye tudjuk azt, hogy az orvosi hivatás óriási felelősséggel jár, óriási stresszel, nem alvással, és bizony az orvosok halandósága nagyon nagy. Tehát én nagyon sajnálom, hogy ezeket az előadásokat nem az orvos kollégák hallgatják. Nagyon fontos volna, hogy ők rengeteg omega-3-at fogyasztanak, ugyanis ebben a vizsgálatban is azt mutatták ki, és 17 éven át követték őket, hogy azok az orvosok, akiknél magasabb volt az omega-3 index, az omega-3 mutató, akkor sokkal kisebb, nagyon jelentős ez a 90%-os kockázat csökkenés a szívér halálozásra. Itt egy másik, ez egy 2016-os, 6 évig követték az embereket, és ugyanazt látták, hogy nagyon szoros az összefüggés az alacsony omega-3 index, illetve a halálozás között, és itt nem csak szívhalálozás volt, hanem bármilyen eredetű halálozás is, közel 1/3-ával csökkent, hogy az omega-3 mutató magasabb arányban, tehát magasabb arányú volt az omega-3 a szervezetben. És talán ez a GISZI vizsgálat volt a leghíresebb, ezt nagyon gyakran citálják, ahol szintén omega-3-at adagoltak a szívbetegeknek, és 9,5%-ra vitték fel az omega-3 mutatót, és azt találták, hogy a kontrollcsoporthoz képest 20%-kal csökkent az összhalálozás, tehát nem csak a szív, hanem minden más, és 35%-kal a szíveredetű halálozás, és maga a hirtelen halál az 45%-kal csökkent. Tehát ez az az eset, amikor valaki reggel fölkel, kinyitja a konyhaszekrényt, benyúl egy kávéscsészért, az összeesik és meghal. Amit én most beszélek, vagy amit mesélek, ez egy megtörtént eset. Tehát ezeket az eseteket tudjuk, ennek a kockázatát tudjuk előrevetíteni, becsülni, azzal, hogyha az omega-3 indexet vizsgáljuk, és hogyha ezt az omega-3 indexet legalább 8%-ra vagy afölé tudjuk vinni, akkor ezzel jelentősen tudjuk a szívkoszorú érbetegséget, a hirtelen szívhalálozásnak a lehetőségét csökkenteni. És én ezt az ábrát azoknak mutatom, vagy azoknak mutatnám, de szívesen, akik megkérdőjelezik az omega-3-nak a jelentőségét a szívérendszeri katasztrófánkkal kapcsolatosan, ugyanis 2017-ben a Mayo Klinik, ugye, amely a világ egyik leghíresebb szív klinikája, a belső folyóiratokban, a procidínsnek nevezett folyóiratokban foglalták össze az omega-3-mal kapcsolatos ismereteket, és ők is azt mondják, hogy az omega-3 rendszeres napi fogyasztása 18%-nál is magasabb arányban csökkenti a szívér betegségeknek a rizikóját. További adatokat szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy mindenfajta koszorú ér betegséghez köthető halálos, nem halálos eseményeknek az előfordulása is legalább 6-18%-kal csökkenthető, hogyha napi szinten fogyasztunk DHA-t, EPA-t, illetve azoknál az embereknek, akiknek már volt az előzményében valamilyen szívtörténés, ott annak az ismétlődése, a hirtelen szívhalál közel 50%-kal, ennek az esélye közel 50%-kal csökkenthető. És mondják ők ezt az alapján, hogy mintegy 900 000 ember részvételével történt vizsgálatokat elemeztek újra, 34 vizsgálat, ezek egyrészt randomizált, kontrollált, tehát olyan vizsgálatok, amit magában a gyógyszeriparban szoktak alkalmazni egy-egy gyógyszernek a hatékonyságának a mérésére. Ez alapján mondják azt, hogy bizony nagyon jelentősen csökkentettük a szívérkatasztrófáknak az előfordulását. Tehát én azt mondom, hogy igenis higgyünk ezeknek a nagy vizsgálatoknak, higgyünk az ilyen nagy klinikáknak, és fogyasszunk rendszeresen omega-3-at azért, hogy leküzdjük a hirtelen halálozást, a szívérkatasztrófákat. De most kanyarodjunk egy kicsit, lépjünk túl a szívkatasztrófákon, és nézzük meg azt, hogy milyen területeken szolgálnak még bennünket az omega-3-ok. Ugye beszéltünk, hogy nagyon fontos az idegrendszer, a szem egészsége szempontjából, és látjuk azt, hogy most, amikor be vagyunk zárva több mint egy éve, amikor nem mehetünk programokra, nem korlátozva vagyunk, akkor rengeteg ember lehangolt, szomorú, idegeskedik, szorong, nem alszik, és látjuk azt, hogy az omega-3 itt is lecsapódik, tehát sokkal jobban tudnánk elviselni ezt a helyzetet, hogyha megfelelő mértékben tartalmazná a szervezetünk az omega-3-at, hiszen a vizsgálatok azt mutatják, hogy azok az emberek, akik rendszeresen pótolják ezt, sokkal kevésbé fordul elő náluk depresszió, sokkal kisebb mértékben szenvednek ilyen mentális problémáktól, mint például a hangulatzavar, de még bizonyos pszichiátriai, tehát elmebetegségek is vagy ritkábban fordulnak elő, vagy javulnak, vagy a visszaesés csökkenthető, hogyha ezekben az állapotokban rendszeresen pótolunk omega-3-at, tehát mind a mánia, a depresszió, skizofrénia, ezekben nagyon fontos volna, hogy adjunk ezeknek az embereknek omega-3-at. Van arra is bizonyíték, hogy maguk az erőszakos cselekmények, azok is sokkal kevésbé fordulnak elő, meg az ilyen antiszociális, kötekedő viselkedés, a kriminális esetek, hogyha az emberek fogyasztanának rendszeresen omega-3-at. Én azt szoktam mondani, hogy sokkal, sokkal békésebb lenne ez a világ, hogyha az emberek több halat ennének és több omega-3-at pótolnának. Nézzük meg még az időskori problémákat. Ugye a feledékenység, illetve a kifejezett elbutulások, a szürke állománynak az elvesztésében is nagyon jelentős az omega-3-nak a védőszerepe. Tehát én tényleg azt mondom, hogy boldog lennék, hogyha a tej helyett a hűtőszekrényekben folyékony, vagy akár kapszulás omega-3-akat találnánk, mert sokkal hasznosabb volna egészségünk szempontjából, mint a tej. Úgyhogy ezek megint tényleg fontos bizonyságok, hogy ezek az omega-3 zsírsavak segítenek leküzdeni a mentális problémákat, az elbutulást, és tényleg különösen az Alzheimer típusú demenciákat is, amiből sajnos egyre több van. Amivel én házi orvosként nagyon gyakran találkozom, mint panasz, az az alvászavar. Az emberek nyilván tele vannak feszültséggel, stresszel, munkahelyi különböző problémákkal, ugye pénzügyi nehézségek, különösen ebben a mai helyzetben. Nem is csodálkozom, hogy nem tudnak aludni, viszont az alvászavarnak nagyon sok kihatása van az egészségünkre. Nem csak azért, mert kifáradunk, hanem azért, mert az alvás során egy csomó helyreállító funkció zajlik, tehát ez nem egy passzív fekvés az ágyban, és ezért látjuk azt, hogy ezek a helyreállító mechanizmusok, hogyha zavart szenvednek, akkor bizony zavar számára az immunrendszer működésében, a vérnyomás szabályozásban, a szívműködés szabályozásában. Így aztán látjuk azt, hogy inzulinrezisztencia, magas vérnyomás, mindenféle immunrendszeri problémák keletkeznek. Ennek hátterében nyilván az omega-3, ha alacsony a szintje, akkor kevés a szervezetünkben a melatonin, ami nagyon fontos ugye az alvás szabályozásában. Tehát egyértelmű, hogy az omega-3 bevitellel tudjuk javítani az alvás minőséget, és ez a bizonyos alvási apnoe szindróma is, hogy amikor valaki alvás során elfelejti, úgy mondjam, levegőt venni, ennek a leküzdésében is komoly szerepe van az omega-3 bevitelében. Ugye, és bizonyára sokan hallottak már erről a burnout, krónikus kiégés, kifáradás szindrómáról, aminek a hátterében ugye ott van szintén a stressz, ugye a mellékvesének a kimerülése. Ebben is nagyon fontos, hogy omega-3 pótlásról gondoskodjunk, és ott vannak azok az autoimmun és egyéb ilyen immunológiai problémák, mint aszma, allergia, ekcéma, pikkelyisömör, a különböző gyulladásos bélbetegségek, ugye enyhébb formában csak ez az irritábilis bélszindróma, súlyosabb esetben Crohn-betegség, kolitis, ugye fekélyes, akár bélgyulladás, és az egyéb autoimmun betegségeket nem is sorolva, ezek mind-mind nagyon jól befolyásolhatók omega-3 rendszeres pótlásával, illetve magának a megelőzésében is nagyon komoly szerepe van. De ne csak betegségekről beszéljünk folyton, én nekem egy nagyon lényeges és kedvelt terület az, hogy az egészségeseknek, az egészséges fiataloknak pótoljuk azokat az alap táplálékokat, amelyek például a gyermekvállalásban segítenek. Ugye az omega-3-ról tudjuk, hogy javítja a nemzőképességet, és nem csak az édesanyáknak kell gondoskodni erről, hogyha gyermeket szeretnének, hanem az édesapáknak is, tehát a pároknak is. Mindkét tagnak javasolt, hogy a tervezett fogantatás előtt legalább 3 hónap, de inkább 6 hónappal kezdjék meg a szervezetük feltöltését omega-3-mal, javítja a peteseiknek, a megtermékenyült peteseiknek a beágyazódását is, és a kismamáknak pedig az egész várandóság idején nagyon fontos, hogy gondoskodjanak az omega-3 beviteléről, mert egyrészt a magzat születési súlya, az egész fejlődése, a gerincvelő, az agynak a fejlődése, a szem fejlődése szempontjából meghatározó. Tudjuk, hogy még a születési időnek is a meghatározója lesz az omega-3 bevitel. Édesanyáknak nagyon fontos elmondanom, hogy a szülés után, amikor olyan óriási hormonszintesés van, ugye gyakran látjuk a szülés utáni depressziót. Azok az édesanyák, azok a várandósok, akik egész idő alatt megfelelő mértékben pótolták, hogy sokkal kisebb ennek az előfordulási aránya. És tudjuk azt, hogy az agyfejlődése szempontjából az idegsejtek közötti kapcsolatoknak a kialakításában, az idegrendszer érésében rendkívül fontos azon meg a három, a különböző fejlődési rendellenességek a megelőzésében, és ebben különösen ennek a bizonyos DHA-nak okozott hexaén savnak van nagyon nagy jelentősége. Itt azt látjuk, hogy azok a gyerekek, akiknek az édesanyjuk már magzati életükben kellő mennyiségben rendelkezésre bocsátott, tehát kellő mennyiségben rendelkezésre állt omega-3, azok a gyerekek fejlettebb kommunikációs szintűek lesznek, sokkal jobban fognak tanulni, sokkal kevesebb lesz a viselkedési probléma, tehát például ez az autizmus és ez az ADHD-nak nevezett állapot is sokkal ritkában fordul elő ezeknél a gyerekeknél. Tehát aki szeretne okos, értelmes, jól tanuló gyermeket, mindenképpen azt ajánlom, hogy töltse föl magát omega-3-mal. És akkor csak tényleg néhány ilyen címszóban a legújabb kutatási eredményeket szeretném még itt kiegészíteni az előadást ezekkel az adatokkal. Ugye nagyon nagy probléma a fogi sorvadás, a fogvesztés, ezért kiderült, hogy ebben az omega-3-nak is nagyon jelentős szerepe van. Egy nagyon komoly szaklapban kitáltak és szolgáltattak adatot arra vonatkozóan, hogy a dokozahexaénsavat adnak az agysérülteknek, akkor sokkal jobbak az esélyük, sokkal jobb az esélyük a felépülésre. Maguk a különböző csont és izületi gyulladásokban egyértelmű kulcsfontosságú szerepe van az omega-3-nak, a csontsejteknek a megújulásában, tehát a csontviszkulásban egyértelműen bizonyított az omega-3 szerepe, tehát ne csak a kálciumba gondolkodjunk, hanem az omega-3-ba is, hogy a csontviskulást szeretnénk kezelni, és ami még egy nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy mindenki vágyik arra, hogy hosszan meg egészségesen öregedjen meg, hosszan éljen. Na most ebben kulcs szerepe van a sejtekben, az örökítő anyagnak a végén található úgynevezett telomereknek, tehát ezt a szakaszt tekintjük kulcsnak abban, hogy egészségesen meg tudjanak újulni a sejteink, újra tudjanak osztódni. Hát, hogyha ezeket a telomereket egészségben tartjuk, védjük, akkor várható az, hogy kitolódik az életkor, azaz hosszú életünk lesz. Na, ennek is egyik kulcsa az omega-3 fogyasztás, nem véletlenül, hogy azok az emberek, azok a népek, akik sok halat fogyasztanak, sokkal hosszabban élnek, mint akik nem törődnek ezzel. Tehát mondhatni azt, hogy az omega-3-nak bölcsőtől, sőt azt megelőzően a síri szerepe van egészségünkkel kapcsolatosan, tehát aki csinos, szép, vidám, egészséges életet szeretne, az fogyasszon jó sok omega-3-at, hogy mennyi ez a sok. Ugye kulcsadatok az, hogy legalább 8% arányban legyen a szervezetünkben az őrzsírokon belül, ugye erre van mérési lehetőség. A gyulladások szempontjából ugye tudjuk, hogy az omega-3 fékezi meg az omega-6-ot, tehát ideális az lenne, ha egy-egy arányban tartalmazná a szervezetünk, de már az is védelmet nyújt, hogy legalább az maximum 4-szeres mennyiség omega-6 található az omega-3-mal szemben. Hogy tudjuk ezt megvalósítani? Tehát nem elég visszafogni az omega-6 fogyasztást, hogy azt mondom, hogy jó, akkor én most nem fogok omega-6-ot enni, oda kell tennünk az omega-3-at is, ami az ajánlott mennyiség, és ezek most nagyon alul, nagyon az alsó, nagyon a minimális mennyiséget, kérem szépen 2 g vagy 2000 mg, és ez is elsősorban EPA plusz DHA, tehát nem alfa-linolén, csak tudjuk az energiákat, hanem EPA-ból és DHA-ból fogyasztunk legalább napi szinten 2 g-ot, és ami nagyon fontos, hogy olyan omega-3-at fogyasszunk, amelyek olyan halakból készültek, amelyek legalább tiszta környezetben nőttek fel, vagy gondoskodtak arról, hogy a halolaj készítése során egyrészt ne oxidálódhasson, hiszen ha a zsír oxidálódik, az maga is szabad gyökként viselkedve sejtkárosító szervezetünkben, illetve lehetőség szerint győződjünk meg arról, hogy minimális, vagy legalábbis az károsító szintén jóval kevesebb olyan anyagokat, szennyező anyagokat tartalmazzon az olaj, mint a nehézfémek, a különböző termesztermaradványok és egyéb olyan káros anyagok, mint dioxinok és egyebek, amit persze mi emberek áldásos tevékenységünkkel bocsátunk az óceánokban, meg a tengerekbe, tehát a lényeg. Visszamegyek egy kicsit erre az ábrára. Itt van egy úgynevezett totoxnak nevezett érték, ez egy totális oxidációs érték. Minél kisebb ez az érték, annál egészségesebb, tisztább az olaj, tehát ezek az 5-6 körüli, ez mindenképpen 10 alatti totox értékű omega-3 készítmények azok, amelyek a szervezetünknek egészségesek. Az a cég, aki azt mondja, hogy ez nem fontos, az vagy nem ért hozzá, vagy nem akarja megmondani, hogy az ő készítményenek mennyi a totox értéke, mert nem tud vele dicsekedni. Kérem szépen, jogosan merül fel, hogy hol az csodába tudjuk mi ezt az omega-3 indexet, meg ezt az omega-6, omega-3 arányt mérni. A házi orvosokat megkérjék, mert nem fogunk tudni ilyen vizsgálatot. Ezek speciális laboratóriumokban készülnek, itt a képen látunk egy ilyet, hogy Vitalitás laboratórium, ez egy Norvégia, de Németországban is lehet ilyen vizsgálatot végezni, ahol gyakorlatilag akár az összzsírokat ki lehet analizáltatni, és főként ezeket a jelentős mutatókat, mint omega-3 index, omega-6, omega-3 arány, ugye vizsgálható választ tudunk erre kapni. Tehát akit ez izgat, már pedig remélem, hogy sokakat izgat, hogy akkor vajon a saját szervezetében menjen, azt kérem szépen majd az előadás után forduljon a vitalitás műsor szervezőihez. Amit még kiegészítésképpen mondanék, hogy itt van egy olyan ábra, amelyen én piros kockával jelöltem, hogy állunk mi omega-3 fogyasztással a világban. Hát látjuk, hogy dobogós helyen majdnem, hátulról kezdve természetesen, hát én azt mondanám, hogy Románia, Kína, Bulgária van utánunk, 77 mg omega-3-at fogyasztunk, tehát itt effektív azt jelenti, hogy karácsonykor megettük a halászének a levét, és akkor el is fogyasztottuk a hal mennyiségünket. Kérem szépen azok az országok, mint Izland, Japán, vagy akár Norvégia, akik hát ilyen 5 és közel 1000 mg omega-3-at fogyasztanak, azok 10 évvel élnek tovább, mint mi magyarok. 10 évvel élhetnénk tovább, ha odafigyelnénk erre az egyetlen egy momentumra. Hogyha még mozognánk is, hát akkor lehet, hogy még előbb, még szebb eredményeket tudnánk elérni. Szóval egy magyar évente 2-3 kilogrammot eszik. Hát nyilván van, aki csak ezt eszik, és van, aki meg sohasem eszik. Úgyhogy gyakorlatilag látjuk azt, hogy akik sok tengeri halat esznek, hogy sokkal kisebb a halálozás. Én most nem mondom, hogy így kell legyünk halat, mint az eszkimók, hogy nyersen és minden nélkül, de látjuk egyébként, hogy nekik annyira más az egész felépítésük, pontosan ennek a hatalmas mennyiségű tengeri zsíradék fogyasztásnak, hogy gyakorlatilag náluk szinte alig fordul elő ilyen probléma. Nyilván van más az eszkimóknál, de az biztos, hogy szívért katasztrófa az elenyésző. No, hát akkor egy kicsit foglaljuk össze, hogy honnan indultunk. Ugye azt mondtuk, hogy Magyarországon rengeteg, 1/3 a lakosságnak elhízott, magas vérnyomásos, 60 000 ember hal meg szívért katasztrófában, 30 000 rákban, minden 10. embernek csontritkulása van, 20-30%-nak ízfájosztály, amott reflexok fognak az izületei, és akkor cukorbetegeknek a száma az közel 1 millió, legalábbis akiről tudunk, és akkor nem beszéltünk arról, hogy sajnos ezek a problémák, nem az infarktus, hanem az elhívási cukorbaj, magas vérnyomás, egyre gyakoribbá vált tínézserek körében is. Hát én ügyeletben néha olyan kisgyerekeket látok, hogy a hajamszála égnek áll, hogy hogy lehet egy 3-4 éves gyerek 40 kiló. No, mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezeknek a betegségeknek az alapját képező krónikus gyulladást befolyásoljuk, hiszen azt is kimondtuk, hogy ezek a betegségek 30-80%-ban helyes életmóddal, helyes táplálkozással megelőzhető, és akkor ugye itt jött benne az omega-3-nak a szerepe, helyén kezeltük a zsírokat, tehát nem azt mondtuk, hogy tilos, hanem azt mondtuk, hogy megfelelő minőségben és megfelelő mennyiségben kell ezekből fogyasztani. Én mindenképpen kiemelném, hogy az egész szervezetünket, az egész zsírháztartásunkat meg tudjuk támogatni bőtöléssel. Óriási jelentőség, erről majd egy külön előadásban szerintem fogok még beszélni, hogy milyen szerepe van a bőjtnek, a bőjtölésnek, a helyesen végzett bőjtölésnek egészségünkkel kapcsolatosan. A testmozgás, kérem szépen, semmi más nem kell tenni, tessenek egy kényelmes tornacipőt venni, és kimenni gyalogolni. Egy héten legalább 3-szor ki kell menni, most is ki lehet menni gyalogolni, tessenek naponta fél-egy órát, aki tud többet, mozogjon, nem kell aerobikozni, különösen ne fogjon ilyenbe, akinek túlsúlya van, fájnak az izületei, tessenek gyalogolni, tessenek sétálni. A dohányzás az egyik legnagyobb gyilkos, mindent meg kell tennünk, hogy ezt a függőséget megszüntessük, és én tanácsolom azt, hogy mindenki igyekezzen minél tisztább ételeket fogyasszon, lehetősége van valakinek, termeljenek a kiskertjében, menjenek ki a biopiacra, menjenek ki a piacra, vegyenek kistermelőktől, ezt értem én tiszta ételeken, lehetőség szerint minél kevesebb feldolgozót, előre elkészített ételt, és hát azt meg pláne, hogy minél kevesebbet a húspultokból, a nagyáruházakból. Tessenek odafigyelni, hogy pótolják azokat a vitaminokat, ásványi elemeket, amelyek az egészséges sejtműködésünkhez alapvetőek, az egészséges érbelhártyán felépítéséhez szükséges, tehát fogyasszanak C-vitamint, D-vitamint, különböző mikrotápanyagokat is. Én azt szoktam mondani, lehetőségek szerint ezeket élő formában, tehát nagyon persze nagyon jók a vitaminok, nem is tudjuk ma már ezeket az étrendkiegészítőket mellőzni, de ha lehet, inkább élő formában, funkcionális ételek formájában fogyasszuk. Tudjuk, hogy a pirosbogyósok, a zöldtea, a kurkuma, a fokhagyma, a gyömbér, fahéj, ezek mind-mind omega-3, ezek mind-mind gyulladáscsökkentők, éljünk az antioxidánsokkal, hidrogénnel, hiszen ezek nagyon, nagyon fontos és jótékony hatást biztosítanak a szervezetünkben. Aki teheti, az mérje meg az omega-3 indexét, és győződjön meg róla, hogy helyén van az omega-6, omega-3 zsírsav arány a szervezetében. És akkor én búcsúzom azzal az ábrával, azzal a híres orvos előddel, aki időszámításunk előtt már 460-377-ben élete során ugye elmondta nekünk, hogy az ételed legyen a te gyógyszered, tehát a táplálékod legyen a te gyógyítod. Ez egy hihetetlen nagy bölcsesség, amit Hipokrátésztól kaptunk. Sajnos elfelejtettük ezeket a gondolatokat, úgyhogy én ezért tudom mindig újra-újra előszeretettel az előadásaimba. Ez szerintem az egyik legfontosabb alaptétel egészségünkkel kapcsolatban. Úgyhogy én búcsúzom, köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, és remélem találkozunk még, és remélem, hogy hasznos információkat kaptak a mai napon is. Viszontlátásra!